Táblán a sertéshús árak, ebben az üzletben nem drágult az áru az elmúlt hónapokban, ahogy sok más helyen sem érezni még az emelkedést, miközben a felvásárlási árakban drasztikus 30% körüli drágulás ment végbe egy év alatt. Egyelőre nem csapódott le az értékesítési sertéskaraj sertésszomnál, de ezt valamilyen szinten a vágóhidak, valamilyen szinten a kereskedők kompenzálják. A további áremelést viszont a felvásárlási áremelkedését valószínűsíthető módon a vevők felé a fogyasztói áremelkedését fogja indukálni. Az üzlet tulajdonos elmondása szerint már pedig 30%-os élő áremelkedést is prognosztizálnak az ágazatban, amit már nem valószínű, hogy lenyelnek a vágóhidak és az értékesítő cégek. A hírek szerint ez a rövid időn belül 5-8%-os dráguláshoz vezethet a bolti árakban. A vásárlók egyébként tavaly óta 15-20%-os emelkedést tapasztalhattak, közülük sokan ennek okát is csak találgatják. Hát biztos, hogy ez az időjárás, ez a rendkívüli meleg, szárazság, takarmányárakban azért drasztikus emelést okoz, és ez biztos, hogy begyűrűzik ebbe a húsárba is. A béremelés is természetesen ezek mind összejátszanak. A fő ok azonban a Kínában tomboló sertéspest is, ami miatt gyakorlatilag összeomlott az ágazat. Ennek pedig azért van jelentősége, mivel az ázsiai ország a világ legnagyobb disznóhús termelője és fogyasztója. A Magyar Hússzövetség elnöke a 24.hu-nak azt nem tudta megmondani, hogy mikortól és mennyivel emelkedhet a pörköltnek való ára. De a folyamat elkerülhetetlennek látszik, ráadásul tartós is lehet, mert a sertéspest is globális hatása még egy ideig érződni fog. Ez azt jelenti, hogy akár évekig is drága maradhat a sertéshús.